A bejelentőket általában a fekete gazdaság visszaszorításának szándéka vezeti, irritálja őket a jövedelemeltitkolás és a tisztességtelenül működő vállalkozók meggazdagodása. Az elmúlt két évben országos szinten mintegy 16 milliárd forint adókülönbözetre derült fény a közérdekű bejelentéseknek köszönhetően, adta hírül a napokban a magyaridők.hu. A NAV Észak-Alföldi Regionális Adófőigazgatóságának sajtóreferense kérdésünkre elmondta, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből is minden nap érkezik legalább egy bejelentés. A tavalyi évben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében közel 400 közérdekű bejelentés érkezett be, akár személyesen, akár telefonos bejelentés formájában. A bejelentők általában vagy a haragosukat, vagy a szomszédjukat próbálják meg bemószerolni. Ez azt jelenti, hogy ezek a bejelentések nem mindig megalapozottak. Nagyon gyakran találkozunk olyan bejelentésekkel, amikor visszatérő bejelentő újra és újra megpróbálja rávenni az adóhatóságot arra, hogy vizsgálja meg a bejelentett szemét, mert szerinte valami van a háttérben. Az adóhatóság egyébként a közérdekű bejelentéseket úgy kezeli, hogy egy kockázatelemzési osztályhoz kerül ez a bejelentés. Ott vizsgáljuk meg a nálunk lévő adatok alapján, hogy valóban megalapozottnak minősíthető ez a bejelentés. Gondolok itt arra, hogyha valakit például egyéni vállalkozóként jelentenek be, hogy biztos, hogy nincs vállalkozó igazolvány, azt az adóhatóság azonnal le tudja ellenőrizni. A megalapozott és a megalapozatlan bejelentéseket is egyformán kezeli az adóhatóság, és minden egyes közérdekű bejelentést megvizsgálnak abban az esetben is, ha a bejelentő személy adja a nevét a bejelentéshez, és abban az esetben is, ha anonim kíván maradni. A bejelentések körülbelül 40%-a megalapozott, ez azt jelenti, hogy 10-ből 4 esetben találjuk megfelelőnek a bejelentéseket, tehát azokban az esetekben az adóhatóság valamilyen hiányosságot és hibát felistár az adózónál. A bejelentett személlyel kapcsolatos adatokat a NAV titkosan kezeli. A bejelentő nem értesül a későbbiekben arról, hogy a hatóság kezdeményezette eljárást a bejelentettel szemben, illetve hogy az milyen eredménnyel zárult le, hiszen ez adótitoknak minősül, tette hozzá Magyar Norbert.